Ezeken a rendőrségi felvételeken azt örökítették meg, amint az egyenruhások egy újszülöttet találtak Márfa szőlőhegyén. Bár a csecsemőt átadták a mentőknek, sajnos minden orvosi erőfeszítés ellenére a kórházban elhunyt. A gyermeket ez a nő szülte nemrég, most bilincsben vezették a pécsi járásbíróság épületébe, mint gyanúsítottat. Néhány nappal ezelőttig mezőgazdasági munkát végzett az asszony, de terhességét titkolta. Társai észlelték, hogy a gyanúsított vérzik, majd elment egy bokros rész felé, ahol megszülte leánygyermekét, akit magára hagyott. Miután visszatért dolgozni, tovább vérzett, ezért társai úgy döntöttek, hogy orvoshoz viszik Horvátország területére, a nő ugyanis horvát állampolgár. A kórházban megállapították, hogy a gyanúsított nemrég szült, emiatt értesítették a magyar hatóságot a csecsemő felkutatása érdekében. A járásbíróságon tartottak tárgyalást az ügyben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntetének alapos gyanúja miatt. Egy hónap időtartamra elrendelte a bíróság a gyanúsított letartóztatását. Kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményről van szó, 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel, akár életfogytig tartó büntetéssel is sújtható ez a cselekmény. Külföldi az elkövető, a cselekmény elkövetését követően nyomban Horvátországba távozott, így alappal feltehető, hogy letartóztatása nélkül megszökne, illetőleg elrejtőzne. Végleges a bíróság döntése, fellebezést nem jelentettek be. Ugyanis az ügyész a gyanúsított és védője is tudomásul vette a bíróság döntését. A tárgyalás nem volt sajtónyilvános, ám azt megtudtuk, hogy a nő nem ismerte betettét, sőt, semmilyen más információval nem szolgált a bíró számára.